hogy hamar a nap lement, és este csukjátok a gorda -e a parlament. Tudja-e, hogy éjszaka egy árkát milyen mi sötét, mint a pestről? Megér egy estet, ránk a minden ház az ablakát. Vást, megér egy estet, és ballagunk és óvaj a jutsz a s a sziget ölés, a hídat a víz, száz kis holcsuk a dróna vízén, csillagfény és ráadás a és hogyha mindezt túl kevésnek adott a rád. Csupán a kezden. látni fogja már az első csúk

a se hidd, bár kis olcsó gerd a duna tízén, csillagfény, és ráadásul Ó, hogyha mindezt a kevésnek hattatállá, ez csupán a Látni fogja már az első csúk után, hogy Pest megér egy estet, Pest megér egy estet, fába a Szép estét kívánunk mindenkinek! Isten hozott mindenkit az Országos Széchenyi Könyvtárban. A Jazzation, Jazz a formációt hallhatták, ez itt pedig a könyvtárlat hatodik évad, az úgynevezett testes évad, és annak imáron az ötödik estje. Kollégákkal utána számoltunk, hihetetlen, de igaz, ez imáron a sorozatunknak, az Irodalom és Kultúrtörténeti sorozatunknak az 55. estje. Én Bokka László vagyok a rendezvény koordinátora, és egyben ennek az estnek a házigazdája. A mai est az a szív és a szív körül csoportosul, tagozódik egy olyan testrészünk körül, amely nélkül nem tudunk meglenni, ugyanakkor egy olyan testrészünk körül, amely sajnos vagy szerencsére másokat is szolgál egész életünk során. Nagy szeretettel köszöntöm mindenek előtt körünkben Vekerdi Tamás tanárurat, pszichológust, írót. Külön köszönöm, hogy elvállalta felkérésünkre az előadást, ő az esnek a fő előadója, ezt követően pedig a Szív komédiája című blogban különböző erekjéket láthatnak, ahogy az lenni szokott, ezúttal én válogattam Adi és Léda fergeteges szerelem kapcsán két dedikált, Lédának dedikált adikötetet és két kéziratot, erről majd későbbiekben külön beszélek. És mint hallhatták, ez csupán a kezdet, reméljük, hogy Pest valóban megér egy estet, az est végén még hallhatják majd nagy örömünkre a Jazzation immáron 11 esztendős Jazz a capella formációt is kit szeretsz magadat, magad fantáziáját, vagy a másikat. Férfi és nő, animus és anima, szeretet, szerelem, megismerés, ellentétek és hasonlóságok, szabadságok és korlátozások, korlátozottságok. Ezek a hívó szavai annak az előadásnak, amelyek mindannyiunk örömére Vekerdi tanár úrtól hallhatunk. Mindjárt én ezúttal fel is kérem nagy tisztelettel, hogy foglalja el a helyét itt a színpadunkon. És tartsa meg az előadását, aminek a végén lehet majd kérdezni, és természetesen kérdéseket, hozzáfűzéseket föltenni az előadónak. Jó estét kívánok! Így van, szűk óránk van, aminek az első részében én mondok ezekről valamit. Szerintem a második része a jobb és az érdekesebb, amikor beszélgetünk erről vagy ezekről. Stendállal, standállal, de szerintem Stendál mindegy kezdeném, aki a szerelemről egy egész könyvet írt. Egy eszé tulajdonképpen, nem olyan nagyon érdekes, szerintem legalábbis, de ebben van egy kis részecske, amit eredetileg ő kivett a kéziratból, majd visszatettek később, és ez a kis részecske vált híressé vagy világhírűvé. Ez a kis részecske a kristályosításról szól. Közben kialudt a lámpa, de nem tudom, hogy ez törvényszerű. Jó, mindegy. A, mi ez a kristályosítás? Sokan vannak, akik teljesen tisztában vannak ezzel. Esetleg ki tudja? Nem nagyon sokan. Stendhal arról ír, hogy ez igaz-e vagy nem, azt nem tudjuk egész pontosan, naplójegyzeteinek egy részével is ez a probléma, hogy elutazik a társaságával, szerelmével, barátaival, szeretőivel, szeretőivel Ausztriába, és itt Salzburg környékén túráznak, hogy úgy mondjam, és elmennek a híres sóbányákba is, és ezek közül lemennek az egyikbe, ahol az a szokás, mert a sóbányának bizonyos járatait időről időre elönti a víz, később azonban ez visszahúzódik, hogy amikor jön a víz, akkor a bányászok kőrisfa ágakat törnek a környéken, ezeket bedobálják azokba a járatokba, amikről tudják, hogy a víz el fogja önteni, majd amikor a víz visszahúzódott, kiveszik ezeket a bedobott ágakat, és a turistáknak eladják ezeket a gyönyörű kristály szobrokat, ugyanis a só rárakódik a körisfaágra és egy csillogó kristályalakzatot formál. Nos, ez a szerelem, mondja Stendhal, a kristályosítás a lényeg, te rákristályosítod a szerelmedre önmagadból a te tartalmaidat, amilyennek látni szeretnéd őt, és később rájössz arra, hogy hiszen ott az egy kőris fa ág, nem pedig az, amit te ráraktál, és akkor ez súlyos csalódás. Minden szerelem súlyos csalódás, mondja Stendhal, mert ő csak ezt tudta elképzelni, ez volt a tapasztalata, ma azt mondanánk kicsit azon, infantilis volt, mert nem jutott el az érett szerelemig, ami vajon micsoda, megpróbálok majd erről is mondani valamit, ha van ilyen egyáltalán. És most egy kicsit pszichológikusabbra formálom ugyanezt, és Jungot idézem ide, aki talán először beszélt arról, Pláton után persze, hogy minden lélek teljes, ezért tulajdonképpen gömbként kell ábrázolni, vagy körként, és minden, nincs férfi vagy női lélek, minden léleknek van férfi és női aspektus, a zárójel. Ugye tudjuk, hogy már testileg is férfiak és nők vagyunk, bármilyen hihetetlen, abban az értelemben, hogy mind a két nem hormonjai jelen vannak bennünk, és öregkorunkban a saját hormonunk jelentősen csökken, és ezért idősebb, kedves hölgyek arcán kicsit több szőrzet ütközik ki esetleg, ahogy, mert, mert az ellenkező nem hormonja, az ugyanannyi marad ezt még folytathatnám, de nem teszem. De különösen így van ez pszichológiailag, ha Gauss görbét húzunk, szó nincs róla, hogy a férfi és a nő végponton helyezkednének el tulajdonságainkkal, hanem ott valahol a görbe tetején mindenkinek van egy csomó női és egy csomó férfias tulajdonsága. Gőte maga azt mondja, hogy hol férfi vagyok, hol nő vagyis amikor nő vagyok, befogadom a világot, és amikor férfi vagyok, kivetem magamból a művet, amit a befogadás tapasztalatai hoztak létre. Szóval visszatérek Junghoz, aki tovább folytatja ezeket a tapasztalatokat, és azt mondja, hogy a lélek mindig teljes, férfi és nő, csak hogy még a férfiban legfölül az animus, a férfi lélek rész van a tudat közelben, és a női lélek rész, az anima, mélyen el van folytva, többé-kevésbé mélyen, addig a nőkben az anima van legfölül, ami a világgal érintkezik, és az animus, az ő férfi lélek részük van mélyen elfolytva. Olyan emberekben, akiknek, hogy úgy mondjam, foglalkozásuk következtében nagyobb az átjárás tudatos és tudattalan között. A tudattalan tartalmak közelebb vannak a tudatoshoz, kreatív embereknél, ott a kreatív férfiak sok nőjes tulajdonságot, míg a kreatív nők sok férfias tulajdonságot mutatnak. Hogy kerül mindez ide? Úgy, hogy az éretlenszerelem, nem akarok ilyen fenhéjázó lenni, de mégis ezt kell mondanom, mintha én mindig egy érett szerelmet éltem volna át, erről szó nincs. Szóval az éretlenszerelem a saját animáját férfi esetében vetíti ki ezzel a kristályosítással, és tulajdonképpen önmagába szerelmes mint Narcissus, Narcissos a görög mitológiában, aki belenéz a patakba, és beleszeret ebbe a gyönyörű ifjúba, akit ott lát. És természetesen aztán öngyilkos lesz, mert a szerelem reménytelen. Szerelmeinkben és szereteteinkben vajon és csak a magyar nyelv az, amelyik ilyen distinkciót ez a nyelvek többsége nem, azonos szóval jelöli meg, ezért Károli nagyon jól fordítja a Bibliát, amikor azt mondja, Isten így szól a Jordán keresztelőnél, ez az én szerelmetes fiam, akiben én gyönyörködöm, így oldja meg ezt a kettőséget. Szóval szeretet, szerelem ugyanaz tulajdonképpen, és mindig ez a fő kérdés. Magadat szereted a másikban, amit, amire te vágysz, amit te oda kivetítettél, vagy tényleg érett módon a másik személyiségét szereted. És ez természetesen egy alapkérdés lesz a gyereknevelésben is, hogy egy kicsit közelebb térjek a Saját szűkabb területemhez. Vajon a két nagy paradigma, gyereknevelési paradigma közül te melyiket választod? Ha van egyáltalán nevelés, szerintem nincs, csak együttélés van a gyerekekkel, ha jó esetben kongruens, hiteles együttélés, és az nevel. Szóval, melyiket választod, mint célkitűzést? legyél, aki vagy, de én nem tudom, ki vagy, te se tudod, de figyelek, intuálok, ki lehetsz, merre mész, abban foglak segíteni, vagy azt választom, hogy legyél, akivé én akarlak tenni. Az egyik ugye a demokratikus nevelés, a másik az autoriter nevelés, az egyik több-kevesebb úton át varga betűkön át, valami boldogság felé vezet, a másik az örök lázadások és megtöretések útja, legyél, akivé én akarlak tenni. A lázadás az még a jobbik eset, a megtöretés és a depresszió az a rossz, rosszabbik, ami ennek a következménye lehet. Szóval beszéljünk akár szeretetről, akár szerelemről, fő kérdés, a másik embert a maga valójában élvezed és akarod megragadni, vagy pedig rávetíted azt, amire neked van szükséged, és azt akarod benne szeretni vagy látni, és ez egy reménytelen törekvés lesz, amiről előbb-utóbb kiderül, hogy ő nem az, és nem olyan. Mert teljes, szuverén, autonóm személyiség ő is. Ugye van a két latin mondás, hasonló, hasonlónak örül, illetve ellentétek vonzák egymást. Vajon melyik igaz a kettő közül ebben a viszonylatban? Azt kell mondanom, mind a kettő. Mert igen, örül annak, ami hasonló és élvezi azt ebben az életszerelemben, amiben különbözik, Ö, amiben épp ellentett. Már maga az, hogy nő és férfi, férfi és nő, ez is egy ellentét. Tudja ezt élvezni, vagy ez csak egy teher, kivéve azt, amikor éppen arra szolgál, ami a szexualitásban megnyilvánul, de mikor nem, akkor Öröm forráse a másik más volta. Egy különös paradoxonja a léleknek és a pszichológiának és a szociálpszichológiának, amit József Attila úgy fejez ki, hogy hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat, Ma már tudjuk tudományosan is, hogy úgy mondjam, csak a másik emberen keresztül juthatunk el önmagunkhoz is, hogy mi magunk ki tudjunk bontakozni. Ehhez óhatatlanul kell a másik ember, kezdetben az anyánk, az apánk, a szüleink, stb., és később az összes többiek. Tehát nem úgy van, hogy én nagyszerűen kibontakoznék egyedül, nem csak is a másikon keresztül sikerülhet ez. És ez egy rendkívül fontos mozzanat. hogy nézel a másik emberre? Megint ide egy pillanatra gőtét, ha az szerint nézel valakire, amilyen abban a pillanatban, akkor visszafogod őt fejlődésében. Ha az szerint nézel rá, hogy mivé lehetne, előre segíted őt életútján. És akkor itt most idézek egy amerikai vizsgálatot, amit lehet, hogy sokan ismernek, 60-as évek, Pigmalion effektus. Ki volt Pigmalion? Pigmalion híres, ha jól emlékszem, krétai vagy ciprusi, most nem is tudom hirtelen. Aki tudja, mondja be. Szóval király volt a mitológiai görögségben, aki azon kívül, hogy király volt, egy zseniális szobrász is volt, és elefántsontból egy gyönyörű nőt faragott ki, Galateiának nevezte el, és az a szörnyűség történt vele, hogy halálosan beleszeretett ebbe az elefántsont szoborba, és a kínak kínyát élte át, hiszen nem viette az ágyba az elefántsont szobrot, vagy ha vitte volna is, az ott elég hűvös maradt volna, és kemény, vagy nem tudom, hogy mondjam. És annyira gyötrődött és szenvedett, hogy Afrodité, a szerelem istennője megszánta őt, és megelevenítette a szobrot életre kelt, meg eskü, lakodalmat ültek, és gyermekek sorát nemzették és szülték, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Májfer, Lady, Pigmalion, erről van szó, hogy lát benne valamit, ami, és azt elővarázsolja belőle a szeretet, a szerelem, a, az érdeklődés ereje által. Vissza az amerikai vizsgálathoz. Gonosz kutatók elmennek az iskolába, a sok iskolába, mérik a gyerekeket. Utána hazamennek, nem számolják ki a méréseket, viszont a gyerekek neveit beszórják kalapokba iskolánként. És kihúznak iskolánként mondjuk 12 nevet. Visszamennek aljas módon az iskolába, és azt mondják, ez a tizenkét gyerek a következő egy évben rendkívüli fejlődés előtt áll. Majd hazamennek. Egy év múlva újra elmennek, újra mérik az egész iskolát. Újra hazamennek, és most számolják ki a tavalyi mérést is, és az idei mérést is. És mit tesz Isten? Szignifikánsan többet fejlődtek azok a gyerekek, akikre kalabból kihúzva azt mondták, hogy ezek jelentős fejlődés alatt áll, előtt állnak. Miért? Mert úgy néztek rájuk a tanárok. Mond csak Ágikám, igen, ez az a gyerek, aki jelentős fejlődés alatt áll. Na, igen, igen, de már látszik rajta valamennyire, stb. stb. Tehát a tanárnak a tekintete, a pillantása, a feltételezése kihozza a gyerekből, ami egyébként pedig benne maradt volna. Szóval, hogy nézel a másikra? szeretettel ebben a szeretetben, ebben a megismerő aktusban. Mert a szeretet nem az a lila valami, ami olyan rózsaszínes, vagy nem is tudom milyen, és igen, hát szeretjük egymást, gyerekek, a, szeret, a szív a legfőbb kincs, és így tovább. Nem, itt valami másról van szó, itt egy megismerő aktusról van szó. Oly annyira, hogy például az ó Testamentum eredeti nyelvezetében a szexuális kapcsolat csúcspontját ismeretnek nevezik. Ismeri Jákob az ő feleségét Leád, és Lea szüle neki fiat. A feladja önmagát, és a másikban él, és ebből egy gyerek lesz ismeret, szeretet, szerelem, ezek szorosan összefüggenek. Az evangéliumokban Péter háromszor, Pétert háromszor megkérdezi az Úr, a názáreti mester, Péter, szeretsz engem? Péter válasza, szeretlek, Uram. De még egyszer megkérdezi, Péter, szeretsz engem? Kicsit ingerült ebben, szeretlek, uram, már mondtam. De azért harmadszor is megkérdezi, Péter, szeretsz engem? Péter most már elég felháborodott, hát hogy mondjam, hogy már szeretlek, stb. 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 Magyarul ez furcsa, és nem lehet jól visszaadni a görög különbségtételt, amit az egyik, mert két szó szerepel, és ez adja a dolognak a fartéját. Agapá, ez az Jézus kérdése. Agapáó szeretetet jelent, de benne élő, megismerő szeretetet. És Péter pedig azt válaszolja, hogy fileó té. Atyafiságos vérségi alapon szeretné, mint a rokonomat, mint a családtagomat. És másodszor is a fileó szóval válaszol, mire az Úr harmadszor már feladja empatikus, és már a fileó szóval kérdezi, úgyhogy elcsitul a feszültség és a viszály. De hogy itt valami fontos dologról van szó, téterről, amit csak a az egymás mellé sodor családtagok normális rokon szenve, vagy normális gyűlölködése, mert ugye az érzelem, ezt tanultuk már annak idején az egyetemen is olyan, mint egy bot, hogy két vége van, azok a gyűlöljük legjobban, vagy azokat tudjuk legjobban gyűlölni, akiket legjobban szeretünk. Tehát ez egy azonos tengelyen csúszkál, Szóval a családtagjaink ezek, akikkel össze vagyunk kötve, és akik a legjobban idegesítenek, de adott esetben, hogy ami pozitív is és mondjuk mégis velük a legjobb azért együtt lenni, és egy biztonságot adnak, vagy legalábbis ilyen is van. Szóval szeretet, szerelem, ez egy, érettséget igénylő viszonylat, vagy viszonyulás ember és ember között, és tel is tele van természetesen olyan tényezőkkel, amik aztán a végletekig megzavarják. Ilyen maga a szexualitás is. A szexualitás rejtély. Kamasz gyerekeinkkel úgy szoktunk a szexualitásról beszélni, mintha mi felnőttek pontosan tudnánk, hogy mi hogy van, és nekünk ez simán megy. De hát erről szó nincs természetesen, fogalmunk nincs, és a legnagyobb zűrökbe keveredünk bele. Ö, és ugyanakkor nem mondjuk el kamasz gyerekeinknek, akiket a sok hülye média, amely hülyeségek tömegét, jelszavak tömegét ontja, nem csak politikában, ott is, de az összes emberi viszonylatban is, hogy aki szerelmes, az boldog. De hát erről szó nincs. Miről van szó? Az emberi viszonylatok minden tágulása, barát, munkatárs, szerelem, gyerek, stb. több örömöt is hoz, ez igaz. De sokkal, sokkal több kínt, fájdalmat, fáradtságot, stb. is. Őrületes féltékenység. Én szeretem őt, ő nem szeret engem. Szóval tágul az érzelmek köre, de ezt nem mondjuk meg a gyerekeinknek, hogy, hogy az nem úgy van, ahogy a filmeken látod. Akkor vagy boldog, ha szerelmes vagy. Igen, akkor több örömöd is van, de sokkal több kínod és keserved is van és lesz. Szóval ezért kellene egy kicsit közelebb férkőznünk ehhez a rejtélyes szerelem, szeretet fogalmakhoz, hogy felvilágosultabban tudjuk például a gyerekeinket felkészíteni mind arra, ami rájuk vár az életben. Enélkül a szeretet és szerelem nélkül viszont élni és boldogulni nem csak nehéz, de úgy szóval lehetetlen is. Petőfi, aki zseni volt, és ezért mindent tudott, röviden összefoglalta a teremtés értelmét. Most megpróbálom idézni, de ezt mindig elszoktam keverni, hogy hogy is van négy sor az egész szerintem, de lehet, hogy csak töredékesen fogom idézni. Az a lényege, hogy szerelmemért föláldozom életemet, igen, tudom már, hogy kezdődik, szabadság, szerelem. E kettő kell nekem. Szerelmemért föláldozom életemet, szabadságért feláldozom szerelmemet. Ennyi az egész motto. Na most ugye a gnózis, a gnosztikusok, akiket aztán az egyház próbált, eltörölni és elfelejteni. De azok azt mondták, hogy ennek a teremtésnek az értelme, amelyben mi most élünk, az a szabadság és a szerelem és a szeretet kiküzdése, de ez most mindegy szinte, mert ez nincs meg azokban a tökéletes világokban, az atya birodalmában, mert az teljesen tökéletesen működik, nem szabadság van, hanem rend, és nem szeretet van, hanem egy isteni összetartozás. És amit majd az ember vissza fog vinni ezekbe a világokba, mondta a gnózis, az pontosan az, amit ő fog itt kiküzdeni a földi létben, a szabadság és a szerelem. Ö, és ezzel lesz ő majd a tizedik angyali rend. Ezért féltékenyek rá nagyon az angyalok, ezért kapkodják el az imáikat, hogy ne szárnyaljanak föl az úr elé. Ezért a ravasz zsidó misztikusok nem héberül imádkoznak, mert a hébert az angyalok is értik, hanem arámi nyelven, mert az arámi ima, az mint a kilőti nyílvessző, egyenesen az úr zsámojához suhan, és megérkezik hozzá. Jó, most megnézem, hogy még mennyi időm van, mondjuk öt perc talán. A, igen, 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 jó, köszönöm szépen, de azt mondtam, hogy érdekesebb, amikor majd erről igazán beszélgetni fogunk. A következőben azt mondanám még el, hogy a gyerekeket egyrészt könnyű szeretni, mert a gyerekek aranyosak, kedvesek, és a pszichológia megállapította, hogy akinek gömbölyűek a formái, legyen az kis állat vagy gyerek, kipárnázottak, azokat tudjuk szeretni, így csinálja meg a természet. A gömbölyűt könnyen szeretjük. A élesebb kontúrút, a vonalasat, a kamasz már ilyen lesz, azokat sokkal-sokkal nehezebb szeretni. Tehát a természet gondoskodik arról, hogy a kisgyereket szeressük, ám de ennek ellenére, vagyis rokon szemvel forduljunk felé, ez nekünk okoz tulajdonképpen örömet vagy jó érzést. De azt nem szoktuk hozzátenni, hogy a kisgyerek, irtózatosan fárasztó tud lenni, kiszívja a vérünket, lerágja a húsunkat, és időnként meg kell tőle szabadulni, mert elég halálosan idegesítő. Ugye szokták ezt mondani egyébként, hogy a nagyszülők kétszer örülnek az unokának. Egyszer, amikor jön, és egyszer, amikor elmegy. De a nagyszülőnek jó, mert az unoka elmegy, de szegény szülőnek ott marad. Szóval a gyerek elemi érdeke volna, és ez nagyon fontos, hogy időnként megszabaduljunk tőle, és átdobjuk a szomszédasszonynak, majd ő is átdobhatja nekünk, vagy a játszótér ismerősnek, vagy a hugunknak, vagy az anyánknak, vagy nem tudom. Ez rendkívül fontos volna a gyerek szempontjából is. Ugyanis ez esetben a gyerek egy idő után egy pihent, újra jól szívható és rágható anyát kapna vissza, amire neki nagyon nagy szüksége van. De nehogy már azt érezzük, hogy mi rossz anyák vagy rossz apák vagyunk, mert úgy érezzük, hogy megőrülünk a gyerektől. Ez a normális ezt kellene tudnunk. És sajnos Magyarországon nem vagyunk jók mentál higiénében, amelyel önmagunkat ápoljuk. Sajnos Magyarországon nem engedjük meg magunknak, hogy bevalljuk, hogy a gyerek idegesít, hogy végre meg kéne tőle szabadulnunk egy kis időre. És ha anyagilag tehetnénk is, mert, és ke, szükség volna rá, mert mondjuk a húgunk nem lakik közel se a szülő, se az anyánk, se az apánk, se a férjünk, feleségünk, anyja, apja, hogy babysittert, vagy ópergölt, vagy nevezzük bármit, fogadjunk, ezt megtehetnénk anyagilag, de hát hogy, hogy ezt mindenki kibírja, én is kibírom, nem fogok erre pénzt kiadni. És akkor nagyon meglepődünk, amikor a gyerek két-három éves korakörül esetleg a férjünk hirtelen eltűnik, mert meglép, borzalmas, hogy többnyire az apák teszik, de így van, mert, mert nem nagyon tudtunk vele foglalkozni két-három évig. Szóval elemi, a házasság fenntartásának elemi szükséglete lenne az, hogy időnként megszabaduljunk a gyerektől, és együtt elmenjünk moziba, sétálni, vacsorázni, nem tudom hova. Az részletkérdés, hogy mikor megyünk el ketten sielni, erre lehet válaszolni, lehetőleg ne kettő és fél három előtt bármennyire imádják egymást a nagymamával, mert az a gyereknek nem lesz jó, várjuk ki, -e, amíg ént mond, régen három körül mondtam, amint ha kettő és fél körül mondaná inkább, és akkor hagyjuk csak ott, ha előbb megyünk el, látszólag semmi baj, bár egy kicsit undokul fogad, és nem jön rögtön oda hozzánk utána, de esetleg szorulást kap egy idő után, ami aztán évekig tarthat. Mert ezek a rejtélyes útjai a kapcsolódásnak, a szeretetnek, az elvesztésnek, az elszakadásnak, amelyeket szintén tudnunk, látnunk, vagy ismernünk kellene. Kellene még valamit mondanom? Szerintem nem. Ez eszembe fog jutni a beszélgetés közben. Most jó lenne beszélgetnünk. A beszélgetésnek négy fontos szabálya van. Egy. Rossz kérdés nincs. Csak hülye válaszok. Ezt az előadó adja, ha nem meri megmondani, hogy fogalma sincs. Én fogok erre törekedni, lehet, hogy nem mindig sikerül. A második szabály, hogy az elrugaszkodott pszichológus szerint, ami itt és most eszükbe jutott, az valahogy témánkhoz tartozik. Akkor is, ha nem tudjuk belátni, hogy hogyan. Ergó, bármit lehet mondani vagy kérdezni. Harmadik, ez egy alternatív tilalom, egymással beszélgetni tilos. Mert akkor a legérdekesebb dolgokat egymásnak zúgatják le, ahelyett, hogy itt minnyáján hallanánk. Én úgy tudom, hogy egy kedves kolléganőnk mikrofonnal oda fog menni ahhoz, aki felemeli a kezét, és kérjük, hogy abba beszéljen, hogy minnyáján jól halljuk. És végül jön az utolsó, ez egy egyszerű fenyegetés. Ez így szól, hogy én, 7 óra előtt 5 percelig biztosít itt leszek. Ha senki nem szól egy szót se, én sem fogok szólni, és mindenkit nagyon kérek a rendezőket is, nehogy biztassanak bárkit. Tehát ha senki nem szól egy szót se, és ennyien itt ülünk, és a fele közben elmegy, akkor is maradunk itt annyian, hogyha ennyi ember együtt hallgat, 15 percig, az már egy nagyon komoly meditatív élmény. Ezért nem lesz, ezért sem lesz bíztatás. Most elhallgatok, hogy lássák elszántságomat, leülök, vizet iszom, és legközelebb akkor szólalok meg, amikor valaki mondott vagy kérdezett valamit. Nem, 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 bocsánat, tapsolni tilos, mert a taps oldja a feszültséget. És én nem szeretném oldani a feszültséget, én fokozni szeretném, vagy legalábbis fenntartani. Majd a végén, amikor mindenen túl vagyunk, és van még kedvük, akkor lehet tapsolni. Én a szorongásra szeretnék rákérdezni, hogy mitől lesz valaki egy gyerek szorongó, hogy ha a szülő nagyon sokat szorong a gyerekért, mert nagyon sokat aggódik, hogy, hogy mi lesz a gyerekével, hogy lesz, és ez átrakad, gondolom a gyerekre, hogy ez, ez hogy alakul ki, vagy szóval ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Igen, ez pontosan így van, hogy mondja. Ez például, ha a szülő sokat aggódik, akkor a gyerek szorongani fog. Természetesen még ezer okból szoronghat, milyen az iskola, stb., de ezt most minden soroljuk fel. De azt azért hadd mondjam el, hogy az első gyereknél a szülő általában szorong. Még nem volt gyerekem. Úristen, meg fog ez valaha szólalni? ezért az első gyerekek többnyire előbb szólalnak meg, mint, ahogy, mint a másodikak például. Hát szegények annyira szoronganak, annyira várják, jó megszólalok, nekik bár igazán még nem lenne kedvem. És ezért aztán az első gyerekek a szülői szorongás következtében szorongóbbak és perfekcionisták, nagyon gyakran. És hogy olyan igazságtalanok vagyunk, mindig el szokták mondani, első gyereknek lenni nagyon nehéz. Még a szülő csatorna is nehezebben tágul, a szülő szorong, stb. stb. Második gyereknek lenni ehhez képest könnyű. Könnyebben tágul, a szülőnek már tapasztalata van. És akkor azt az igazságot, talanságot követjük el gyakorta, persze mindig van kivétel, hogy... Az első gyerekem szorongó, perfekcionista, nehezen kapcsolódik, stb. A második gyerekem elengedett, kis gömbölyű, mosolygós, napersze, mert ez egy olyan aranyos, holott egyszerűen a helyzetéből következik. Van egy régi vicc, amit még az nem eldobható pelenkák idejéből, amit föltétlenül ide idéznék, mert rávilágít a helyzetre, azt mondták akkoriban, hogy az első gyereknél még mossuk, főzzük, vasaljuk a pelenkát. A második gyereknél már csak mossuk. A harmadik gyereknél már csak szárítjuk. És ez a mondás, ez jó, mert jelzi, hogy mi hogy lazul a szülő a gyerekek számának növekedésével. Szóval igen, a szülői szorongás szorongóvá teheti a gyereket is. És akkor mit tanácsol az ember? Hát egy, nincs mindig tanács, de akkor menjen a szülő szorongás oldó terápiára, és ha az ő, te, ő szorongása oldódik, reméljük, akkor a gyerek szorongása is oldódhat. De hangsúlyozom, mindig ezer mások is lehet. Én arról szeretnék kérdezni, hogy most van ez a gender elmélet, én mondjuk úgy tudom, hogy ugye itt ez a maga, aki kitalálta az egészet, arról már sok minden nem jó dolog derült ki, de ez például egy ilyen kapcsolat, amiről beszélünk, egy férfi meg egy nő, hogy befolyásolja a mai világba, ez, meg a, ebbe az egész szívben, meg szeretetben, meg szorongásba az életet? Hát igen, mindig vannak különböző irányzatok, ezek eltúlzásai és az ezektől való félelem eltúlzásai is. Nagyon röviden, de majd itt valaki helyre tesz, ha rosszul mondtam, én ezt a gender, gender elméletet én abban foglalnám össze, hogy van vele születet, nem, és van társadalmi nem. Mi a társadalmi nem, amit a társadalom ráerőltet. Ne játssz a babával, mondja szigorúan a szülő vagy az óvónéni, hiszen te egy kisfiú vagy. Ez hülyeség, mondja a genderelmélet, és én csatlakozom. Miért ne játszon a babával, még akkor is a fiú? Nem igaz, hogy ettől majd nőies lesz. Úristen, teszed le azt a pisztolyt, te kislány vagy. Miért tenné le a pisztolyt? Jó, nálunk három fiúgyerek volt, és negyedik volt a lány. Ő is akart pisztolyt. Természetesen megvettem neki az akkor kapható legjobb, legszebb pisztolyt. Nem igaz, hogy ettől ő militáris lesz szó nincs róla. Normális gyerek játszik. Például azt játsza, hogy lelövi édesapját hétvégén. Háromszor, négyszer, ötször. Nincs pisztolya? Hát akkor lelövi így. Pcs, és akkor le van lőve. Semmi baj, amíg ezt játsza. Nem az, hogy egy kóros, beteg gyerek lelövi apukáját. Ez egy szülő írtó, vagy nem tudom, hogy mondjam. Erről szó nincs. Akkor van baj, ha a gyerek ráugrik. Bocsánat a hölgynek, aki itt jött, felajánlanám azt a széket, amin úgysem ülök. Üljön oda nyugodtan. A, tehát amíg játékban realizál ilyen dolgokat, agresszív fantáziákat, miért ne lenne neki, még akkor is lenne, ha nem nézni állandóan a tévét, a laptopot, az okostelefont, stb., addig nincs baj. A baj akkor van, ha ráugrik a másikra, hátulról lerántja, szinte ok nélkül, és folytogatni kezdi, kivörösödve és verítékezve, ilyen van. Az gyakran kiderül, hogy van otthon egy apa, aki már mondta, hogy te nem vagy a mi vérünk, és van egy kis testvér, azt az apa imádja, őt pedig veri. Na most ilyen esetekben igazi agresszió van, segíteni kell a gyereken, Rossz állapotban van. De amíg agressziót játszik a gyerek, addig nincs különösebb probléma. De most annyira eltértem, hogy elfelejtettem közben, hogy mi volt az eredeti kérdés. Mondja csak még egyszer gender eszembe jutott. I igen. Igen. Hogy szóval azt, azt gondolom, gondolom, hogy ez sokak szerint az ördögtől való, nehogy már megtiltsuk a kislánynak, hogy babával játszon az de hogy tiltjuk, ki tiltja meg, csak megengedjük a fiúnak is, ahhoz van kedve. Nehogy már megtiltsuk a kislánynak, hogy puskával, karddal, pisztollyal játszon, ami fallikus szimbólum, úristen. Nem, miért, ha az ahhoz van kedve játszon, azzal nem tiltom meg. És ezek a gyerekek ma már tudjuk, egész normálisan fognak fölnőni. Ezek, tehát csak az ellen küzdünk, ha én ezt jól mondom, lehetnek szélsőségek, hogy valakire rá erről tessünk egy magatartást ezer dologon. Ilyen eklatás példa hogy, hogy sírsz, kisfiam, anyám asszony katonája. A pisis lányok sírnak, fiúk nem sírnak. Na most az angolok kimutatták, hogy a nők többek közt azért élnek tovább, mert sokkal többet sírnak. Ismerik a feszültségi oldásnak ezt a módját. Tehát én azt mondom a kisfiúnak, ne sírj fiam, dögölj meg hamarabb! Sat, sat. Tehát ezek hülyeségek, természetesen, és a gender elméletnek ilyen szempontból igaza van. Természetesen minden ilyen elméletben, minden ilyen igaz elméletben is vannak túlzások. Igaza volt a szüfraszet mozgalomnak, a feminizmusnak. Igen, igaza volt tűrhetetlen helyzetben voltak a nők, a macsó férfiak. Elnyomták őket, akik korlátoltak voltak, és hülyék, és tűrhetetlen képmutatás uralkodott a társadalomban. Röviden szólva, jegyben jártak, a fiatalember eljárt a bordéházba, a lánynak azonban ez tilos volt, neki meg kellett őriznie a szűzességét a, háztartás, a, háztartás, a házassági elképesztő képmutatás természetesen, és így fejlődtek ki, 20. század fordulója, bocsánatot kérek, az úgynevezett szűzkurvák. Mit jelentett ez? Mindent, csak azt nem. Viszem a hártyát, a nász éjszakára, hogy amikor az anyós majd megnézi a lepedőt, lássa ott az obligát vérfoltot. Ezeknek semmi közük a valósághoz, az emberi viszonylatokhoz. Ezek elképesztő dolgok, képmutatásra nevelnek és szoktatnak. A valódi emberi kapcsolatok nehezek, de jó esetben a képmutatás hiányzik belőlük. Ilyen értelemben igaza volt a szűfrazsát és egyéb mozgalmaknak, melyek kivívták a nők szavazati jogát és egyebeit. Uh, gender elmélet hasonló vonalakon küzd most már egyéb kérdésekben. Ezt gondolom én, de boldogan fogadom, ha valakit felpattan és megcáfol. Magyarországon különösen emberek, akiknek fogalmuk nincs, hogy miről van szó, felállnak és hülyeségeket mondanak tömegével ilyen és hasonló kérdésekben. A ezt nap mint nap tapasztalhatjuk. Nem tudom, kielégítő volt-e a válasz, vagy jobb szeretett volna valami mást? Tisztelettel, csak azt szeretném kérdezni, mivel a dédunokákat mindenki másképp neveli, mint régen, a nagymamák meg a nagypapák, oda-vissza, hogy meddig terjed a minden szabad. Meddig terjed? Igen. Vannak olyan dédunokáim, ahol a kismenyem, vagyis az unokám felesége azt mondja, hogy az a jó, ha engedem, mert akkor nem fog túlzogni, nem fog trucolni. Én szeretném egy szakembertől hallani, meddig Meddig mehet a mindent szabad? Köszönöm Á, Igen, szépen. igen. Ez fontos kérdés. Van egy könyv, magyarul is megjelent, egy amerikai újságíró nő írta, magyarul az a címe nem igazán szerencsés, Nem harap a spenót. A könyv arról szól, hogy az amerikai újságíró, család, újságíró nő családjával elkerül Párizsba, és ott többenten látja, hogy ezek a francia gyerekek már három-négy éves koruktól ülnek a vendéglőben az asztalnál, eszik az ebédet, stb. Amerikában, vagy az amerikai gyerek Franciaországban, ott cikázik a pincérek lába alatt, és, életveszélyes lény egy vendéglőben, lehetetlen vele nyugodtan megjebédelni. Hogyhogy? Hogy? Hát az, azt hallottuk, hogy a franciák a szabadelvű nevelés hívei, és pont itt van ez, hogy ilyen nyugodtan ülnek, és, és a játszótéren a szülők nem mennek oda, ülnek nyugodtan a padon, olvasnak, beszélgetnek egymással, stb. nem is foglalkoznak a gyerekekkel. Bezzeg az amerikai szülő, helikopter szülő, állandóan a gyerek körül kering, és a gyerek fölött, hogy nehogy baj legyen, nehogy összevetszen, nehogy, nehogy elvegye mástól a játékszer, nehogy tőle elvegyek. Mi van? Igen, a francia nevelés szabad elvű, megenged dolgokat, nagyon sok mindent enged meg. Mondok egy példát. Evidencia, hogy a gyerek örök mozgó. Na most a normális kisgyerek a nap végére szakadt és mocskos. Az a követelmény, vigyázz a ruhádra, vigyázz a cipődre, ne rugdosd a kavicsot, nem tudok neked minden két hétben új cipőt venni, ahelyett, hogy vele rugdosnád a kavicsot, stb. 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 Ezek téves dolgok. Ez az egyik oldal. Ezekben azek a gyerekek nincsenek korlátozva. Ugy, ugyanakkor már russzónál, aki ugye a az, hogy ne korlátozz fölöslegesen a gyerekedet Emila vagy a nevelésről, de már Russzónál, már az Emilben benne van az a bűvszó, amit a franciák nagyon sokat hangoztatnak, keret. Van bizonyos keret. Lefekvés ideje. Együttes étkezés ideje. Ezeket én szabom meg. Nem jön oda? Nem baj mi most eszünk. Oda fog jönni, mert a szokás az rendkívül szervező erejű, keret. Ezt betartom. Mondok még egy példát. Én egy anya vagyok, bemegyek Misikémmel a boltba vásárolni. Megvásároltunk, kijövök, találkozom kedvenc barátnőmmel Magdikával. A utálják, amikor anya kedvenc barátnőjével beszélget az utcán, ezért misikém egy idő múlva szinte simogatás szerűen sípcsonton rúg. Ez egy figyelmeztető jel. Én azonban úgy csinálok, mintha nem venném észre, nehogy már Magdika észrevegye, hogy misik engem rúgdos, Magdiga régészre vette, már lezúgatta magában a kár örömet, stb. stb. Én azonban tovább beszélgetek. Mire misikém egy idő után most már nem olyan simogadás szerűen, kicsit erőteljesebben, újra sípcsontok. Rosszul csináltam. Mi lett volna a teendő. Első simogadásszerű rúgás, legúgolok, Megfogom Misikém két karját, és így szólok, Misi, nem, ezt nem. És nézek rá, nem magyarázom el, hogy Misikém, nem verjük a szülőket, nem rugdossuk az anyákat, Ö, olvasd a tíz parancsolatot, tisztelt apádat és apát, mind nem mondom. Annyit mondok, Misi, nem, ezt nem. Intenció, mennyire erősen él bennem ez a tudat. Nem, ezt nem lehet. És mennyire intenzív köztünk az érzelmi kapcsolat. Mert ha nulla éves korától ez az érzelmi kapcsolat kialakult, vagyis én sokat marháskodtam vele, dögönyöztem, csiklandoztam, mondókáztam, énekeltem, stb., ez mind megvolt, és az érzelmi kommunikáció létrejött, akkor Misike ezt érteni fogja. Természetesen a három évig ütöttem, vertem, és most ennyit akarok mondani, nem lesz elég, hát ez világos. De ha nem így van, ha van érzelmi kontaktus, akkor ez elég lesz. Tehát igenis vannak határok. Utolsó, igen, kapok ilyen leveleket, a hugommal remek süteményeket sütöttünk, ez egy felvidéki levél, mert jöttek az unokák. Én vagyok a nagymama, de a hugom az ő másod nagymamájuk. Imádják, imádnak minket, mi is imádjuk őket. És most kijelentették a szülők, egy falatot sem ehetnek a süteményből. Olvasták a neten, cukrot, semmit baromság, teszem hozzá, ugyanúgy, mint sót, semmit. Ez is baromság, természetesen, és akkor nem, nem eszik meg a menzakaját a gyerekek, a viszik a sótartot a zsebükben, elképesztő dolgokat, tessék? Igen. Óvónőktől kaptam levelet, káposztás tészta van, a vidékünkön a káposztás tészta cukrozzák, 24 adag káposztás tészta jött, ketten ették meg cukor nélkül, 22 adagot kiöntöttünk, ment a moslékba. Úr Isten, miért? Hol van az a büdös iroda, ahol egy hülye kigondolta ezt, hogy megvan tilt? erre az óvónők fogták a cukrot, amit maguknak behoztak a tejához, picit megszórták a következő alkalommal a 24 adagból most már 22 adag elfogyott. Csak ketten hagyták ott. Erre szólt a vezető óvónő, Úr Isten, ha jön az ellenőrzés, ez 50 ezer forint az óvodának, nektek kell kifizetni. Szóval az emberi hülyeségnek nincs határa, ezt akarom csak ezzel mondani, hogy de honnan kanyarodtam most ide tulajdonképpen meddig tart a minden szabad? Tessék? Hogy meddig tart a minden szabad? Igen, tehát a rugalmasnak kell lenni, a nevelés alkú, mondta Ransburg tanár úr helyesen, és vannak bizonyos fix határok. De utolsó szavam ehhez, sajnos mi, nagyszülők, détszülők, bármilyen jól tudjuk ezt, nem tudjuk ráerőltetni gyerekeinkre, unokáinkra, és szörnyű rosszul esik, ezt én is mondom, mint gyakorló nagypapa, de azok az ő gyerekeik, nem a miénk, nekik kell rájönniük a dolgokra. Persze én beszélgetetek velük, mikor a gyerekek már alszanak, ha eléggé le tudtam nyugodni, és nem vagyok túlzottan felizgatva, és akkor mondhatok valamit, és akkor félig meghallgatják, félig nem. De nem, sajnos nem az én dolgom, mondom én. Jó. Azt hiszem, hogy most van az, hogy az időnk egy percünk van, akkor leülök, és van valaki, aki egész idő alatt akart mondani valamit. Igen, már látom. Hogy látja, hogy miért van az, hogy a a szív, a szerelem és a szeretet központja. Jaj, ez nagyszerű. Biológiailag, meg... vagy szóval egyáltalán hogy alakult ez, hát tudjuk a jelképekben, hogy a, 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 szívet szokás ajándékozni, vagy mint a mézes kalács is kifejezte. Nagyszerű, ezeket. hogy ezt megkérdeztem. Ezt hogy látja, ezt mert, mert, mert akartam mondani. Ez hiányozna nekem, hogyha nem kapnék Igaza van, teljes mértékben. Hát először is ugye azt tudjuk, hogy a szerelmesek szíveket vésnek és karcolnak jobb esetben a pad támlájába, időtlen idők óta, rosszabb esetben a fa kérgébe, stb. stb. A szív és a szerelem így is, ahogy mondta, szorosan összetartozik, látszólag, de tényleg van egy ilyen kapcsolat? Az érzelmek és a szív között. Mint Waldorf elfogult, a Waldorf pedagógia emberképére hivatkozom, és azt mondom, hogy igen, van egy úgynevezett ritmikus rendszer az emberben. Ez a ritmikus rendszer a szív és a tüdő ezeknek határozott ritmusuk van, nagyjából 16-ot lélegzünk egy perc alatt, 72-t ver a szívünk, ez az átlag, és ez a kettő egymáshoz hangoltan változik. Gyorsabban lélegzek, gyorsabban van a szívem, és fordítva. És mindig is a népi nyelv tudta vagy tudni vélte ezeket a kapcsolatokat. Öhm, szó bennakad, hang fennakad, lehellet megszegik, ajtó megöl, fehér galamb, ősz bár demelkedik, eláll a szívverése, eláll a szava, eláll a lélegzete, gyorsabban ver a szíve. Öhm, kap, szaporán kapkodja a levegőt, izgalmi állapotokban. Elpirul, ez is a vaskuláris, szív és erek rendszerével függ össze. Elsápad félelmében. Ez is. Tehát igenis kapcsolat van a szív, mint anatómiai szerv, és a szív érrendszer és légzőrendszer, és az érzelmek között. Az, arra már nem is mondom, hogy voltak ilyen kísérletek, vagy próbálkozások, vagy faggatózások, hol érzed az érzelmet, és az emberek döntő része a melkasra mutatott. A melkas, ott van az érzelmek szége. Tudom, ezek ilyen, hol gondolkozol az agyban. Utolsó szavaim ehhez. A nagy Jung, akit már idéztem, Amerikában jár ahol az öreg indián minden hajnalban kiül, miért segít a napnak feljönni. De hát tényleg azt gondolod, hogy azért jön fel a nap, nem tudom, de ha egyszer nem ülnék ki, úgy, és nem jönne fel a nap, úgy érezném, hogy azért történt. De hát a fehér emberek egész más el erről. A fehér emberek mind őrültek. Hogy, hogy, miért gondolod ezt? Nézd meg az arcukat. Mindig akarnak valamit. Azt hiszik, hogy itt lehet gondolkozni. Miért, hát nem itt gondolkozunk? Nem, mondja az öreg indián, itt gondolkozunk, a szívben. Ez egy egész más, ősi és elég ismert emberkép. Valami van itt, amit a modern tudomány eléggé megragadni még nem tudott, de már azért jelentős mértékben megragadta azt a tényt, hogy az érzelmi állapotok jelentős befolyással vannak a keringési rendszerre. Jó, ez az áró szó, és most átadom a szót Estünk vezetőjének, és én pedig oda leülök. Nagyon szépen köszönjük Vekedi tanár úrnak, és biztos vagyok benne, hogy napestig lennének itt még kérdések, hogyha türelmed engedi, akkor az est végén még biztosan lesznek kérdések. És akkor rátérnénk most a második blokkra, a szív komédiája, amelyik egy, természetesen egy Adi vers címből adódik, sőt ennél is több hangsúlyossá tette Adi, hiszen az 1908-as kötetének ez a ciklus címe is lett, a szív komédiája. Reng a szívem, asszonycsapatok csatáznak, túlva benne két nagy sereg, egyik a csókos, másik pedig azoké, kikért hiába estem szerelembe. Piros és hófehér vértőek tépik egymást, bomolva, és a fehérek mindig a győzők. Kiűzik a volt csókosokat, mintha a múlt az övék volna. És én hallgatom, hogyan zakatol vén szívem egyre szebben szerettem-e, kiket csókoltam? Nem azok-e az igaziak, akiket hasztalan szerettem? Piros és hófehérvértűek a régi-régi dámák, kik bomoltak, s kikért bomoltam, s vén szívem most sírva játsza el a szív örök komédiáját. Eddig ez a rövidebb vers, a többi verset nem fogom teljességében felolvasni az idő szűke miatt. Az a négy kincs, az a négy ereki, amit ma este itt önöknek bemutatunk, és az est végén testközelből is meg lehet majd tekinteni, az, mint említettem, két lédának dedikált kötet, egy adi vers, és egy hosszabb, egy öt fólióból álló önéletrajz. Ami összeköti őket, az tulajdonképpen a 20. század legelejének az utolsó két, két és fél éve. Az összes kézirat tulajdonképpen 1908-1909-ben született. A kép, amit itt látnak mögöttem, és válogattam, az egy Léda közismert portré. A Léda és az Adi szerelem kapcsán uh, nyilván, az irodalomtörténészek, jó magam is, elsődlegesen a versekről szeretünk beszélni, és nem magukról, a, az egyéb magánéleti szférákról, de hát a Léda esetében, akivel Adi 1903. augusztusában találkozik Nagyváradon, amikor Léda hazautazik szülővárosába azt gondolom, hogy fontos az előzőekben elhangzottak miatt is, hogy ki mennyire talál önmagára ebben a szerelemben. 1903-tól, tehát mint említettem, 1908-ig, amikor ezek a dokumentumok készültek, öt kerek év telt el. Öt kerek év alatt nagyon sokat változott tulajdonképpen ez a szerelem, kiteljesedett. Ugye elhangzott itt az animus és az anima, azt gondolom, hogy mindadiban, mindlédában az ő ez nagyon jelentősen Mind kettős én megvolt. Léda egy művelt, nagyvilági asszony volt, büszke, szeszélyes és feltűnő jelenség, azt gondolom, hogy Adi Endre nem kevéssé, mikor találkoznak 1903-ban 31 éves Léda, Adi 5 évvel fiatalabb, tehát értelemszerűen 26. És ez a, az Adi egész pályáján egy meghatározó fordulatot jelent ez a szerelem, nem csak a művészi pályán, hanem a magánéletében is, hiszen célt ad elvágyódásainak, és az, hogy kikerül Léda révén Párizsba, erről azt írja Szerb Antal, őt idézem, hogy itt világnézetté válik benne, hogy az élet szép. Itt nő bátorsága vállalni önmagát, fenntartások nélkül, hibáival együtt, és itt lesz bátorsága kimondani az új szavakat. Párizs nem adott hozzá sokat, már mint Adi Andréhez, de önmagára ébresztette. Ez az önmagára ébresztés, ez jelentős a férfi-nő viszonyban is. Adi egyre erősödő halálfélelme is, már ebben az időszakban, 1908-ban nagyon jelentős, halál tudata is tulajdonképpen szerelméből, és egyáltalán a mindenkori nők iránt érzett, apadhatatlan vágyakozásából fakadt. Hoztam egy másik verset ebből a bizonyos ciklusból, az 1908-ban, 1908 év legvégén megjelent, az Illés Szekerén című kötetből, amit majd itt lehet látni, és amit Adi Endre az év legvégén Lédának dedikál. Ennek a címe az, hogy a Hágár oltára. Talán sokan is ismerik, ebből mindösszesen két-három szakaszt olvasok fel. Ég a tűz Hágár szent oltárán, és én tisztulóan lesem, lesem, szinte 30 éve várom én már, jön -e a szerelmesem? tisztátalan valék vagy tiszta, nem tudom, és azt semmit akarok. Csak azt tudom, hogy asszony az oltár, és asszony nélkül meghalok. És aztán folytatja tovább az elhangzott narcissos narcissos történethez kapcsolódóan, még két szakaszt olvasok, úgy csókolok én, mint egy Isten, Friné és Genovéva rokon. Mikor én csókolok, nem a némbert, én magamat csókolom de szeretem őket mindegyik Magdalénát és Szűzmáriát, szeretem a -e nememölő tábort és a csókos komédiát. Ugye látjuk a komédia többször visszatér az adi frazeológiában, az adi szóhasználatban egyáltalán. Szeretem, ahogy megszületnek a csecsemőt, süldőt, vént nagyot, szeretek én mindenkit kiasszony. Igaz, bús férfi vagyok. Ugye hosszú a vers, érdemes majd utána olvasni és utána nézni még közben mutatok egy pár fotót. Ez még ezt megelőzően, tehát 1907 ősz legvégén egy székelyaladár, talán ez kevéssé ismert felvétel, azért kevéssé ismert felvétel, és azért kuriózum, mert mindösszesen két darab készült ebből a felvételből, két darabot őrzött meg egyáltalán a szerelmes pár. Székelyaladárnál összetörték a az elkészült pozitívot. Az egyik ebből a példányból, amit itt mutatok, ez Nagyváradon az Adi Emlék Múzeumban található, és a Léda hagyatékból került elő. Egy párja, egy pandantja itt van Budapesten a Petőfirodalmi Múzeumban. Ennek az az érdekessége, hogy ezt a szerelmet, ezt a viharos szerelmet, amely valóban nem csak boldogságot, hanem kint és keserveket is hozott, ezt 1907 nyarán egy babavárás is Hát majd, hogy nem azt mondtam, hogy megkoronázta, mert végül is inkább szomorúvá tette. Itt ezen a felvételen Léda áldott állapotban van, a kis leánygyermeket halottan szüli meg Adi Endrétől. Ez az a felvétel, amit emiatt ketten űriztek csak meg, már mikor elkészült a felvétel. Későbbiekben az Adi hagyatékból ez, mint említettem, Budapestre került, és a Tabiri Gézájék révén, tehát Léda révén, Tabiri Jék révén került a Nagyváradi Adi Emlékmúzeumban ez a példány. Visszatérve a négy kincsre, a négy dokumentumra, mutatok közben egy Nagyváradi korabeli felvételt, hiszen az Adi önéletírásban fontos szerepet kap mind Léda személyisége és szerelme, mind az a város, amely őt igazából publicistává tette, igazából költővé tette és hát közvetetten tulajdonképpen Lédát is adta neki. Ez a Nagyváradi Premontrai Gimnázium, ahol 1908-ban Juhász Gyula már tanít, és ahol elindul a holnap korszakos antológiája, ugyanabban az évben, amikor Budapesten a Nyugat 1908. januárjában, tulajdonképpen már 1907. decemberében karácsonyán. És ez az első dedikáció, nem tudom, hogy mennyire olvasható, Diósiné Brülladélnak küldi, ó és új illúzióért, melyek, ha halottak és tehetetlenek is, fölérnek sok aktuális illúzióval és boldogsággal, hálásan, meghatottan, sírva. Érvincent 1908, mint említettem, az év legeslegvége. Ez nem egy túl szerelmes dedikáció, de azt tudnunk kell, hogy 1908 fordulópont nem csak költészettanilag, hanem ebben a kapcsolatban is valamelyest, az említett tragédiák után is, elsődlegesen fordulópont a konzervatív irodalom szemlélet és az új, modern irodalom szemlélet között. Adi egy olyan életciklusában van, amikor elrúgott magától tulajdonképpen mindenkit, a barátait is. Ugye folyamatosan vív a konzervatív irodalmi táborral, de az év végére, szeptemberre, mire Nagyváradon megjelenik a Holnap című ö, irodalmi antológia, Adi mellett Babicsal, Juhász Gyulával, Balázs Bélával és a többiekkel addigra, hát ilyen formában a konzervatív irodalmi tábor ki gúnyolja Adi Endrét, és azt mondja, hogy hát ezek a fiatalok tulajdonképpen semmi más nem tesznek, mint a te húsodból élnek. Kilóra kimérik a te húsodat. Adi 1908. Októberi, eré, októberében írja meg a híres fér című cikkét, ami miatt mindenki Megharagszik rá a nyugati is, a holnaposok is, hatvani is, tulajdonképpen mindenki később, amikor ez a dedikáció készül, mindösszesen négy nappal korábban írja Adi Lédának, hogy hülyecik volt. Hatvani azt írja ö, neki, hogy nem ilyen ö, údivatú dolgokkal kéne foglalkozz, hanem idézem, érzékenyen, hisztériásan, asszonyosan, nyavajgósan, hanem valami úri őszi, büszke versel kellene előlépned. Bányai elemér, művész nevén zuból, ugyanerre figyelmezteti a nyugat talán legnagyobb kritikus, a Söflin Aladár is azt mondja, hogy írjon kérem bármiről verset, írjon életről, írjon szerelemről, írjon halálról, de irodalomról ne írjon. Tehát a Dugduka Afférnak ezekben a hullámvetéseiben, vagy ezt a, ezeket a hullámvetéseket követően megy haza a szülői házba Adi Endre két teljes hónapot töltött, 1908. novemberét és decemberét Érvincenten, részben ápolva az ő nagybeteg édesanyját, miközben Léda ugye Párizsban van, előtte szeptemberben még közösen lépnek színre, tulajdonképpen az öt éve tartó szerelemből elsőként, 1908. szeptemberében mutatkoznak Nagyváradon a holnap említett antológiának a bemutatóján. Léda visszautazik Párizsba, és Adi Endre ezzel a dedikációval, tehát ennek a kötetnek, amit itt láthatnak, még az is egy külön kuriózuma, hogy mindösszesen két példányt kapott belőle Adi Endre. Ezt a két példányt, hát nyilván többet is később, de az első két példányt Érmincentről postázza, mit gondolnak kinek. Ki a második? Ugye az első Léda, az nyilvánvalóan kiderült. A másik az, Diósiné, az, az Diósi Ödön maga, tehát Léda férje akinek Adi nagyon hálás, aki folyamatosan gondoskodik róla és a kezeléséről Párizsban, ezt a két példányt, amit megkap, ezt ő rögtön postára adja, mutatva természetesen, hogy ez nem egy valós házastársi kapcsolat, tehát külön egyet Diósinak, külön egyet szerelmének Lédának. December 29-én, még mindig 1908-ban járunk, ezt írja mármint Lédának a következő levelében. Mindenem, vágyom utánad, ha akármi lesz, ha belehalok, látni akarlak, s megyek hozzád. Nem tud visszatartani semmi most már a halálon kívül. Rosszakat érzek, sejtek, halálosakat, mindegy. Az a fő, hogy még egyszer hadlássalak, csókoljalak. Csókoljam édes mindenedet, testedet, lelkedet, múltadat, és holnapodat. És a szádat, te drága, édes, egyetlen, minden. Ezerszer, Végtelenszer halálig csókol a te hűséges kóbor kutyát. Hát azért ehhez a dedikációhoz képest ez az öt nappal később született levél már meglehetősen uh, érzékenyebb. Uh, és újabb öt nap telik el 1909. januárjában, amikor így fejez be egy másik levelet, Adid, aki úgy szeret, ahogyan soha senki, még őse szeretett, még téged sem, mint most. Ugye ekkor készül egy pár héttel később az a vers, amelynek láthatják az eredeti kéziratát itt, az a címe, hogy Így szaladsz karjaimba. Ebből csak pár sort olvasok föl. Két szegény karomat kinyújtom száz mérföldre. Hat éve már, hogy először elért, s meghalnék, ha most először el nem érne. Ugye ez a hat év, ez jól datálhatóvá is teszi a verset, ahogyan ugyanezt az 1909-es önéletírást is, aminek pedig az a kuriózuma, hogy Nizzában készül egy szanatóriumba, miután nagy nehezen kijut Adi Endre Párizsba, akkor utána Nizzában kezelik, és hazaküldi a nyugat számára, itt a legfelső sorban, ha figyelik, azt írja, hogy az a bizonyos önéletrajz, amennyiben kell. Ugye ezt Fenyő Miksályék a nyugatban le is közlik, kiemeltem néhány mondatot belőle, csak 31 éves múltam, holott vérem, testem, idegeim veszélyesen aggok. Az est végén majd meg lehet tekinteni testközelből is ezeket a részeket. Hamar értettem, szerettem és szenvedtem. Nagyváradra mentem újságírónak, ez a nyugtalan, zsidós, intelligens város sok mindent átformált bennem, amit a falu, Nagykároly, Zilak és Debrecen, tehát a falu formált meg. Erre majd még, ha lesz időnk, visszatérek. Újságot csináltam, vezércikket írtam, és nyilván elpusztulok, ha nagyon okos életbe kezdek, ha nem jön elértem értem valaki. Asszony volt. Egy hozzájutott versem küldte, megfogta a kezemet, s meg se állt velem Párizsig. Ekkor rámerőltette az ő akaratát, s magtalan hiúságát, hogy bennem hajtson ki, ha tud öt éve elmúlt már ennek. Hat éve ma holnap, és azóta írok, vívok, elalélok, és újra kezdem. Vagyok. Az ellenségeim, és így fejezi be az egész önéletírást, amelyben többször visszatér egyébként egy francia pszichológusnak a neve is, az ellenségeim, kiknek legtöbbet köszönhetek, mert dacsal, gőggel, szinte emberfölötti erővel ők láttak el, ezután is ösztönöznének. A végén leírja hosszú sorokban, hogy mit szeretne. Szeretne még pár évet a betegsége tudatában, szeretne még ebben az életben igaz szerelmet, és ugye azt is, hogy leírja, hogy a professzor úr egy kicsit biztatóbban nézne most már rá. Mint említettem, 1990 ben járunk az önéletírás is, a vers is, és az első kötet is tulajdonképpen 1908 legvégén ekkor született. A következő Erekje, amit itt bemutatunk, az tulajdonképpen a már sokkal ismertebb Szeretném, ha szeretnének című. Ez még ugye a verskézirat az így szaladsz karjaimba. Itt a gyönyörű borítót nem fogják látni, ez már a nyugat kiadásában jelent meg 1910-ben, de maga a vers 1909-ből származik, egyébként ezt is Nagyváradon olvasta föl Adi Endre, ott egyébként a, hát az irodalmi legendárium szerint Gulácsi Lajos egyik kiállításán, amit Bölöni Györgyék szerveztek. Gulácsi Lajos hallotta Adit szavalni a saját versét, utána a keblére tette a fejét, és hosszú percekig zokodog, zokogott. Ugye ennek pedig a dedikációja, azért most nem olvasom fel idő hiány, azért sokkal ta inkább szerelmesebb, a legvége azért itt a legfontosabb, halálosan is örökké. Ez a dedikáció tulajdonképpen még jobban mutatja az elesettségben is az asszonyi segítséget kérő, könyörgő Adi Endrét, amely az asszonyban, a szerelemben látját, látja az írt a bajra, minden csapás után a menedék fogalmát, a menedéknek a képzelét. Az már csak egy külön, hát majdnem azt mondom, hogy a sors iróniája, inkább a szerelemnek a kiszámíthatatlan képlete, hogy alig másfél év telik el ennek a kötetnek a megjelenésétől, és megszületik az elbocsátó szép üzenet, ami minden csak nem szép, sokkal inkább egy kegyetlen üzenet, és benne a magam imádó, önmagam imáját bús igának mondó Adi Endre tulajdonképpen először a szerelmet követően kitárulkozik. Köszönöm szépen a figyelmüket. És akkor az est végén még egyszer kérnénk tisztelettel a jazzation utána pedig majd rövid tájékoztatót adunk még a februári estünkről, és a következő programokról most a Jazzation-t hallhatják. köszönjük szépen. A következő dal pedig megmutatja a szeretetnek és a szerelemnek a hullám természetét. A dal címe Sway. Köszönjük szépen! Mi vagyunk tehát a Jazzation, a kapella együttes. Ahogy hallották, főként jazz éneklünk, és a magyar dalok közül is elsőként a Pest megér egy estet, az egy igazi Ú magyar sanzon, mi ezeket csak így hívjuk, az is egy jazzes feldolgozás. Van egy másik kedves irányzata, vagy műfaj, ami közel áll hozzánk, ez pedig a népdaloknak a saját szánk íze szerint való feldolgozása. Most a szeretet és a szív és a szerelem témakörében következik egy moldvai népdal, egy betlehemes népdal találkozása egy megesett lányballadával aki jól figyel, az észreveti a párhuzamot, hogy az elején azt gondoljuk, hogy egy megesett lány ringatja a bölcsőt, és utána kiderül, hogy ez a megesett lány tulajdonképpen Szűz Mária. Aki szeretne minket hazavinni, de persze csak képletes formában, hoztunk magunkkal lemezt itt a ruhánkról fel minket ismerni az előadás után. Következik most a zöld az erdő. Zöld az erdő, zöld a petrezselye, benned rózsán meghűlt a szerelem. Nem csak meghűlt, meges vagyósódott, víg szívem.

Köszönjük szépen a Jazzationnek, köszönjük szépen Vekerdi tanár úrnak a szeretni tudás művészetét, és akinek még van pici ideje, vagy érdekli a kézirat együttes, az most az est végén megtekintheti. Várjuk önöket nagy szeretettel februárban is. Ha már itt a folklór is szóba került, akkor a nyak, a haj és annak különböző tekervényei kerülnek a középpontba. Tátrai Zsuzsanna folklórkutató lesz a vendégünk, és természetesen akkor is lesz közreműködő művész is. Ha addig is járnának az Országos Széchenyi Könyvtárban, már holnap is várjuk Önöket szeretettel, hiszen holnap közeledve a Magyar Kultúra Napjához teljes nyílt napot tart a Magyar Nemzeti Könyvtár, könyvbemutatókkal, körsétákkal és sok más csemegével együtt. Hogyha programjainkról szeretnének érdeklődni, tájékoztatást kapni, akkor töltsenek ki egy ilyen adatlapot és adják le a beiratkozási pultunknál, a főbejáratnál, illetőleg természetesen figyeljék és kövessék figyelemmel a Magyar Nemzeti Könyvtár honlapját a www.usk.hu. Szép estét kívánunk mindenkinek, köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltak és megtisztelték figyelmükkel az estét.